Nem gyártott több karácsonyi üdvözlőlapot a Tesco Kínában, mivel kiderült, hogy a kártyákat egy sánkhái börtönben külföldi rabokkal csomagoltatják, a brit multi pedig tiltja a rabmunkát beszállítóinak. A megdöbbentő ügyről először a The Sunday Times írt, miután egy 8 éves dél-londoni kislány kézzel írt üzenetet talált az egyik képeslapon. Az ismeretlen rab segítségért könyörög, és azt írja, hogy társaival együtt akaratuk ellenére dolgoztatják őket. Majd arra kéri az olvasót, hogy értesítse Peter Humphreyt. A kislány édesapja kiderítette, hogy Humphrey egy brit tényfeltáró újságíró, aki koholt vádak alapján feleségével együtt 2 évet töltött ugyanabban a sánkhái börtönben. Amikor őt is sikerült megtalálni, elmondta, biztos benne, hogy valóban kizsákmányolják ezeket az embereket.